Amikor születtem, nem jeleztek nagyon, messiást mutatok, különös csillagot. Hatvani Istvánról. Rimaszombat ma már ismeretlen, egykor híres szülöttéről nyílt kiállítás a Gömörkishonti Múzeumban. Hatvani az 1700-as évek meghatározó gondolkodója volt. A Heidelbergi, a Magdeburgi és a Lédeni Egyetemre is hívták tanítani, de ő a Debreceni Református Kollégiumot választotta, ott majdnem 4 évtizeden át tanított, és a tanítás mellett rengeteg sok dologgal foglalkozott. Egy polihisztorról van szó, aki egyben teológus is volt, orvos is volt, gyógyszerész, tanár, fizikus, ismert közéleti személyiség, akiről később halála után különféle mendemondák születtek, ezért a kiállítás tele van szimbólumokkal. Weisz János, Hatvani István portréjának másolatán például feltűnnek a teológus és az orvos hivatás attribútumai. A kiállításhoz több tárgyat a Debreceni Református Kollégium kölcsönzött. Láthatóak korabeli keresztelőedények, Hatvani által kiállított receptek, személyes levelek és kötetek is. 1760-ban Bázelben jelent még az Úri Szent Vacsora megtanító könyvecske című kötete, mely saját ajánlásával látható a kiállításon. Hatvani megelőzte a saját korát. Magyarország területén ő volt az első, aki vegytant oktatott, taneszközöket használt, kísérleteket mutatott be. Emiatt nevezték el ördöngős professzornak, majd magyar Faustnak. Legendás alakja megihlette Arany Jánost, Jókai Mórt és Mikszáth Kálmánt is. Rimaszombatban ma már kevesen tudják, ki volt ő, bár emléktábla, utca és cserkés csapat is őrzi a nevét. Hogy Debrecen híres tanára, mint vérrel esküvé egy rossz nap, átadja székét a gonosznak. Ugye, mint Hatvani István cserkészcsapat, rendszeresen megemlékezünk róla, akár egy karácsonyi műsor keretében, akár tavaly például volt a 300. évfordulója a születésének. Ez alkalomból Debrecenre látogattunk el a kollégiumba, és az emlékművét koszorúztuk meg. A 18. századi tudós pedagógiai hozzáállásával is újat hozott a korabeli oktatásba. Mivel kisdiákként ő maga a fenyítést és a szigort olyannyira rosszul viselte, hogy legszívesebben otthagyta volna miatt az iskolát, igyekezett másképp tanítani. Ádám Zita kezdeményezésére tavaly tematikus konferencián emlékeztek rá. Végtelenül büszke vagyok arra, hogy Gömörnek és Kishondnak van ilyen nagy tudósa, aki példakép és minta. Az akkori időben lehetett valaki polihisztor, most nem tudom, hogy vannak-e még polihisztorok, de a kitartásával, a magatartásával, a példamutatásával, a segítő akar, a segítő készségével, hogy mindenen segíteni és mindenkin segíteni akart, talán azért is nyúlt sokfelé ez a tudós ember. Én azt hiszem, hogy nem csak Közép-Európának nagyszülöttje, hanem Nyugatnak is a nagyszülöttje, hisz az iskoláit Nyugat felé végezte. A Rimaszombati Múzeum Hatvani István kiállításához tartalmas kétnyelvű katalógust is megjelentettek. A rendkívül sokoldalú tudós tanár életét, munkásságát és korát bemutató tárlat 2020. január végéig tekinthető meg.